Január végén sorsunk alakulásával, életünk jobb átételével, céljaink megvalósításával kapcsolatban hangzottak el tények, információk, érdekességek a Kulturális Központban. Az Életerő Egyesület 28. rendezvényén neves szakemberek tartottak előadást a közönségnek. Honnan vegyük az erőt életünk és sorsunk alakításához? Mibe kapaszkodjunk, ha úgy érezzük, hogy nincs már kiút? Mit üzennek a számok, és milyen a személyiségünk? Mind olyan kérdés, amik sokakat foglalkoztatnak. Ezekre kaphattak és kaptak is válaszokat azok, akik ellátogattak szombaton a Művelődési Központ egésznapos, már több mint egy évtizedes életerő napi rendezvényére. Immár 11. alkalommal rendezzük meg a hagyományos életerő napot, és nagyon kedves előadókat hívtunk meg. Ma is országosan ismert és több helyen foglalkoztatott emberekről van szó. Az Egyesület több helyszínen tart előadásokat szakemberek segítségével, az érdeklődő köre pedig évről évre bővül. Mindig vannak, hiszen teljesen nyitottak vagyunk. Ugye három nagy körbe lehet sorolni itt a hozzánk tartozó, az Egyesülethez tartozó embereket. Ugye van egy szűkebb törzsközönség, aki a Reiki klubba jár, az agykontroll klubba jár, önismereti tréningekre jár. Aztán van egy nagyobb kör, a hozzánk meghívott előadók előadásaira jönnek, és ugye hát ilyenkor van a legnagyobb kör, amikor ugye egész napos rendezvényt csinálunk, sok érdekes előadással, és akkor üdülőkből olyan emberek is, akik gyakorlatilag nem érdeklődnek különösebben az Egyesület munkája iránt, de felkelti mondjuk Kövi Szabolcsnak a koncertje, az ő érdeklődéseket. Ilyenkor a korábbi években 300-350 fő látogatta egész nap a rendezvényünket, tehát reméljük, hogy ma is így lesz. Sorsunk és életünk alakítása, kapcsolataink problémáinak feltárása, megoldása, valamint egészségmegőrzés. Mind olyan terület, amiben számos kérdés merül fel, és több a válasz lehetőség is. Dönteni pedig nem egyszerű. Az egész életünk döntések sorozatából áll, és nyilván ahhoz segít hozzá, hogy megtaláljuk a jó döntéseket, és akkor azt szerint tudjuk alakítani az életünket. Egyébként éppen ez a szlogenünk is a mai napra, hogy az élet üzeneteinek a megértése. Tehát rengeteg üzenet jön, és fogjuk fel ezeket az üzeneteket, és értsük meg, és leginkább a saját hasznunkra tudjuk fordítani ezeket a jelzéseket. Az Egyesület megalakításakor jó partnerre találtunk, itt a Kovács Máté Városi Művelődési Központi Könyvtár intézményeiben és dolgozóiban, amely megalakulásunk óta a bázis intézményünk. Hál' Istennek nagyon jó partnerre találtunk a Művházba, Művelődési Központba, hiszen ő a bázis intézményünk, és a kezdetektől fogva kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Abban mi, hogy programokat szervezünk, ők meg szellemi és időnként még anyagi támogatást is adnak nekünk. Rengeteg előadás volt ez alatt az idő alatt, körülbelül hát nagyon hosszú ez az időszak. 40 ezeren látogatták az előadásainkat, több száz előadás és rendezvény volt. Közvetlen a Maklári Zoltán megnyitó beszéde után az első előadás a méhek mérgének biológiai és terápiás hatásairól szólt. Dr. Simon Zsuzsa és Jó Imre méhész előadásában. Szerettük volna, hogy a tévénézők számára Simon doktornő foglalja össze néhány percben az apiterápia lényegét, de ez most nem sikerült, mert a doktornő nem ezzel a témával szeretne a nyilvánosság elé lépni.